Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy újabb kibontós videó, ahogy az előző videóból is kiderült, ezt külön akartam venni. Hát, még van annyi erőm, hogy ezt megcsinálom. Hát ő egy, ahogy látjátok, ő egy Color Master Nepton 120 XL-es. Szinte mindenre jó. Azt mondja, hogy extrém hűtési teljesítménye van, hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan bír el majd a 6700K-s procival. Kíváncsi leszek rá nagyon. És nagyon halk venti, ami fordulatszám vezérelhető. Mit lássunk még? Hát, itt látszik a fej, de majd megnézzük élőbe is. Itt látszik, hogy milyen foglalatra jó. Próbálunk kicsit ráfókuszálni, ez az, mindenre jó, magyarán mondva, mai forgalomban lévő összes foglalatra jó. Hát itt vannak még paraméterek, amik ugyanúgy interneten is megtalálhatók, szóval annyira nem mennék ebbe bele. Na itt írja, hogy egy Intel gyári hűtőhöz képest milyen teljesítmény, tehát azt mondja, hogy 50% kb. Amivel nagyobb teljesítményt nyújt ez. Hát mondjuk egy Intel hűtőnél azért nem nehéz 50%-kal jobb teljesítményt kihozni egy kompakt vízből, vagy akár egy jobb léghűtésből, szóval kíváncsi leszek majd rá. Jó van, nyissuk ki, lássuk, hogy mi van benne, hogy vágjam, hogy ne vágjam meg magamat se. Van rajta szép fólia nekünk, ami azt mutatja, hogy ez még sosem volt kivontva, legalábbis reméljük. Szeretjük kivontani a dolgainkat magunk, mielőtt más megtette volna helyettünk és újra visszacsomagolta volna. Ez úgy tűnik, hogy első csomagolás. Na, honnan nyílik? Innen se, akkor honnan, de innen. Na, szóval, hát először is kivenném ezt a két darab, ugyanis kettő darab ventilátort adnak hozzá, amire én nem számítottam. A képen a dobozán kettő van, én nem is néztem annyira a specifikációnak utána, viszont kettő darab 120-as ventünk van hozzá, amivel lehet aztán hűteni, fújni, szívni, mindent lehet vele. Itt van maga a szerkezet. Radiátor, ami hát könnyű, mivel csak 120-as, és íme a hozzátartozó blokkra ráépített pumpa, ahogy a kompakt vizeknél ez már lenni szokott. Van hozzá egy darab 4 pines vezérlőnk, amivel tudjuk szabályozni, illetve a processzor tudja szabályozni, hogyha rádugjuk a CPU venti vezérlőre. Nem tudom, hogy szoftveresen lehet ezt kezelni, majd utána nézek, igazából tényleg nem néztem még utána, csak megrendeltem, értve adták hozzá, jobban mondva. Hát ebben benne van az összes lefogató, szerintem, amit el tudunk képzelni. Hoppá, gumi a ventilátor alá, vagyis csökkentsük a rezgést. Ez egy nagyon jó ötlet. Illetve van egy 5 és 12 voltos águnk, amire eldönthetjük, hogy mennyi pörögjön a ventilátor. Mondjuk, ha már adtak hozzá két ventit, akkor adhattak volna még egy elosztót is hozzá, azt gondolom, hogy mind a kettő 5 volton menjen, vagy mind a kettő 12 volton menjen. Ezt én kicsit hiányolom belőle. Ha már így adták, akkor miért nem teljes a kép? Lefogató csavarok, ez nem tudom micsoda, hát ez is a lefogatáshoz kell, ez biztos. Igen, hát kíváncsi leszek majd a szerelhetőségre. Ez még a régebbi léghűtéseken szerepelt, ez a fajta lefogatás. Végül is működött, most is működhet. Csinos darab, tényleg mindenhez jó lesz. Kaptunk hozzá
Cooler Master pasztát is, amit nem fogunk használni, mert van nekünk jobb MX4, akármi, ami mondjuk sosem lehet tudni, nem tudom pontosan ez micsoda, igazából csak az van, a gyártó neve van ráírva, de semmi különösebb jelzés, hogy ez most olyan szuper paszta lenne. Mi van még benne? Hát a szokásos leírás, hogy hogyan szereljük össze, ami igazából segítség is lehet, ha még sosem szereltünk ilyet, illetve ez gyártónként változhat. Hát igen, ez pedig a garanciáról, hogy meddig érvényesíthetjük, ami nem kevés. Ugyanis van nekünk itt egy szép szám rajta, ami azt mutatja, hogy 5 év garancia van rá, ami azért elég jó hangzik. Hát igen, nagyjából ennyi lenne ez a hűtés, aztán, ja, persze aztán rá is van nekünk írva, hogy melyik csavar melyikhez való. Nem, ez kifejezetten csak ahhoz van megkülönböztetve, tehát igazából a többit akkor nem is feltétlenül kell kibontani, de van nekünk jó kis okos papírunk, ami megmondja, hogy mit kell kibontani és mit nem. Szóval lehet szerelgetni. Maradék erőmből megpróbálom összerakni a gépet, ugyanis jelenleg nincs semmilyen működő gépem, tehát muszáj leszek összerakni valahogyan. Lövök majd pár képet, aztán lehet, hogy még videó is készül róla, majd meglátjuk, hogy mennyire marad még erőm. Nagyjából ennyi lett volna a videó, köszi, hogy ezt is megnézitek, aztán tuningra fel. Sziasztok!